Kedves Ilonka, ön szólítom meg először. Ahogy adás előtt elmondta, ön úgy sántított, hogy nem lépett, hanem húzta a lábát, de nem csak a lábát húzta magával, hanem a járókeretet is. Hol a járókeret? Nem láttam. Remélem, nem is fogja, mert miért? A Herba doktor nevű krém, az aranymenta, az segített nagyon sokat nekem, azt körülbelül 3/4 éve használom. Bekente a járókeretnek az alját, hogy ne csúszol? A járókeretnek fütyülök ilyet adni, a lábamra sokkal jobban megy, hogyha azt kenem. Miért keni és mióta? Körülbelül 3/4 éve, és naponta 2-szer egész biztos, de ha odahaza vagyok, akkor 3-szor is bekenem. Keni vagy masszírozza? Bemasszírozom annyira, mint valaha régen nyáron, amikor már a barnaságunk megy lefele, úgy dörzsölődik le a lábról, de alul felül, tehát körbe, nem csak a térdemet, ahova egy protézist szerettek volna betenni, de hát az nem megy. Javasolták a térd protézis műtétet? Igen. Nem, hát azt gondolták, hogy azt kellene betenni. Tehát már szó volt róla, hogy protézis műtét. Aztán a szívorvos ezt leállította, mert azt mondta, mert nekem volt 2 szívműtétem. Igen. Megelőző időszakban, hogy ez nem megy nekem, mert a mélyaltatást már nem tudom. Uh-huh. Tolerálni. Milyen igaza volt a kardiológusnak? Persze. Gondolatolvasó volt, hogy van valami más egyszerű megoldás. Aztán a televízióból kinéztem ezeket a témákat az ön műsorából. Igen. Természetesen korábban az előzőt, amit gyártott, nem teszem be a neve, légy szíves, mondd meg, hogy... Évike, Rácz Éva, fejlesztőbérnök. Nem az ő neve, hanem a krémnek a neve. Jó, mindegy, a krém. Mindegy, előzőleg is, de ez nagyon jól bevált. Tehát az is az nagyon jó krém, igen. Csak valahogy egy kicsit az összetétele talán más, ennek igen. Talán jobb, nekem, az én szervezetemnek. Igen. És én nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok, mert még a görbe botomat is sikerült a konyhában felakasztanom. Jaj, ne! Azt hittem, hogy az is kiegyenesedett a bot. Mit szól a környezete hozzá? Csak környezetem nagyon örül, és nagyon vidáman fogják fel, hogy na végre tudsz járni. Na de langzam, csak lassan, csak nagyon na lassan. Na jó, hát... Hát olyan értelemben, hogy a szív miatt lassan, a térdem miatt már lehet, hogy gyorsabban is mehetnék. Ilonka, lényeg az, hogy a lélek szárnyaljon. Az... Ha a test lassabban követi, az égvilágon semmi baj nincsen. Ez olyan úgy szoktam mondani, hogy egy 820 ezer kilométeres autóban, mert ugye 82 éves tetszik lenni, nem öntünk 100 oktános benzint, és nem nyomjuk padlóig a gázt. Ez ilyen egyszerű. Van, Irénke, igen. Szépen mosolyog itt. Most rám mosolyog, vagy a jókedv jön ki magából? A jókedv. Tényleg? A jókedv, mert én már sok éve szenvedek a viszéres a lábam. Volt ez idáig, de egy fél éve megismerkedtem ezzel az aranymenta balzsammal, és amióta kenem, azóta eltűntek a viszerek, szinte sima lett a lábam, és nem fáj. Különben is én nagyon szeretek otthon dolgozni, sütni, főzni, kertbe szeretek dolgozni, csak nem bírtam. Uh-huh. És már a gyerekek is kérdezték, hogy... Na miért nem sütsz már? Mikor fogsz sütni? Hát már egy fél éve szinte minden vasárnap sütök. Mi jót nekik? Süt? Minden tortát. A legjobban nem, szeretem. Nem hozott, mert holnap vasárnap van. Hát most nem hoztam, de készültem hozni. Csak legközelebbi adásban torta nélkül nem jöhet, mert maga dobta fel a magas labdát. És nagyon sokan észrevették rajtam, hogy olyan vigan megyek. Kérdezik tőlem, hogy mi az, hogy nem fáj a lábad? Mondom, nem, mert csodát tett az aranymenta balzsam. Na hozzá csak nekem is. Fiúk, akik sportoló fiúk, a derekát bekentem, mert egy panaszkodott, hogy fáj a derek, gyere csak ide.
bekentem, és azóta rendelt tőlem krémet. Mondom, majd én megrendelem, hát mert hol lehet kapni? Mondom, nézd az Eko TV-t, vagy megadom neked a lehetőséget. Hát megadtam a telefonszámot. www.herbadoktor.hu. Igen. Én fejből tudom ezt is, már éves. Igen. És azóta tényleg sokan kérik ezt a krémet. Hát én nem tudok eleget hálálkodni. Én nekem tényleg csodát tett. Én aludni is nagyon jól tudok, mert ahogy bekenem a lábamat, és éjszakára, eleinte nagyon sokszor kentem egy nap, többször. Most már csak kétszer naponta kenem, és éjszakára a talpamat bekenem, és attól olyan jól alszom.